Boże, Ty swoju svemoć očekuješ, najviše praštenjem i milosrđem. Budi nam uvijek milosti da težimo za obećanjem dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s Tobom. Po Gospodinu našem, Isusu, Sinu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha svoga, Bog po sve vijeke vijekova. Amen. Čitanje knjige proroka Amosa. Ovo govori Gospodin svemogući. Ja o bezbrižnima na Sionu i spokojnima na Samarijskoj gori, ležeći na bjelokosnim postajama, na močivanjima izvajeni. Jedu janjad i stada i telad i staje, deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazba ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim ujem, a za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani, umuknut će veselje raskošnika. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Thank you.
vrijeme, reče Isus farizejima. Bijaše neki bogataš. Odijevao se u griniz i trajani lan i danovice se sjaje ugostio. A neki siromah imenom Lazar ležao je sav u čirebima pred njegovim vratima i prižikivao nasititi se onim što je padalo s bogateševak stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čirebe. Kad umir je siromah, odnesoše ga anđeli u krilu Abrahamovu. Umir je i bogataš, te budi pokopan. Tada u teškim mukama u paklu potiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi. Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči lišak svoga prsta u vodu i raslabi mi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Reče na to Abraham, sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Tada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi probarija glomena, te koji bi htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, ali odakle k nama prijeza nema. Na to se bogataš. Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petoro braća, pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka. Kaže Abraham, imaju Mojsija i proroke, njih neka poslušaju. A on će, o ne, oče Abrahame, nego dođe li tko od mrtvih kojima, obratit će se. Reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sve da je od mrtvih poustane. Opa na situ je meni izušao krvatke za prijada besida ponta. Potelj basta gembe. Bije borba i špatjola pojedete skrdet, iš minden nam duša olak mandu. Potelj Lazar ne bi podušiš, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéje. Szívesen jól lakott volna az étel maradékból, ami a gazdag ember asztaláról legullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam! Küld el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelt Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odát gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék látom, hogy aki innét át akarja menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltott újra. Küld előtt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, hogy ők is nehogy ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött. Nem teszik atyám Ábrahám. De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt. A Mózesre és a prófétákra nem hallgattak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Értsd, Gospodnyem! Időnként szeretem idézni ennek a gyötrődő embernek a panaszát, az, hogy nem teszik atyám Ábrahám. Milyen fájdalom van ebben, hogy így panaszkodik, hogy milyenek az emberek. És itt tudunk talán belekapcsolódni, hogy
a másiknak, vagy ahogy próbáljuk átadni a kultúrát, az erkölcsöt, a szépet, a tudást, és tele van olykor az idősebb generáció egy fájdalommal, hogy a következő generációt nem akarja tenni, nem akarják ezt a világot. Pedig gyerekkorában milyen szépen tudta és csinálta ezt. Annyi ember elmondja idősebb. Ott van ez a szorongás, ez a félelem, hogy nehogy a gyötrelmek helyére jusson. Szeretett családtag, a barátaink, aggódunk értük. Aggódunk a kultúránkért, a hagyományainkért. Aggódunk a hitünkért, a tradícióért. És mennyire jó, hogy időnként megszerveződik akár egy ilyen horvát ünnepség is, horvát nap, ahol ugye a horvát nemzetiség és a hit az erősen összekötődik. Az ünneplés a szláv népekben számomra mindig is egy ilyen szemlélendő példa, hogy a szláv nép azt jelenti, hogy dicsőül, tehát hogy ünnepel. Pravoszláv, ami mondja, hogy ez igazi ünnep. Szláva. Én Szerbiából származom. Ugye a szerbek a szlávát tartják, az ő búcsújuk, egy-egy családnak a búcsúja, hogy átadják a hagyományt. Egy-egy faluba, itt Baranyában, hogy egy-egy közösség megünnepli, meghívják a többi faluból, vagy a városból a horvátokat, hogy gyertek el, segítsetek, hogy csináljunk egy szép ünnepséget. Misét, kultúrát, kultúrműsort. Hívjuk el a tévét, hogy vegye föl, hogy leadjuk. Hogy erősítsük. Mert ott van a szívünkben az, hogy elveszik. Fáj a szívünk érte, hogy nehogy elveszem, pedig mennyi energia, szépség benne van akár ezekben a ruhákban, a dalokban, táncokban. Vagy azokban az együtt létekben, ahogy úgy együtt vagyunk egyáltalán. Évszázadoknak az emlékei. Csoboknak hangzanak fel, egy-egy felkiáltásba, egy csúlyogatásba. Összeszorul a szívünk, hogy nem teszik atyám Ábrahám. Jézus a képmutatóknak mondja el ezt a példabeszédet, mert a képmutatás az lehet, hogy úgy eltaszítja az embereket, az úgy van vele, hogy legyintenek fel, hogy nincs benne semmi. Hogy az igazi tartalmat várja a felnövekvő generáció. Akarnak érintődni ettől. Érintődni a hittől, a szeretettől. Hogy ne üres szavak legyenek. Mi pedig szorongunk. Magunkba kell tekinteni, ezek az olvasmányok arra hívnak bennünket, sokszor a Szentírás arra hív az embert, hogy ne képmutatásból csinálja, vizsgáljuk meg magunkat mindig, hogy jól adjuk át, szívből jöjjön, érintődjön a másik. Egyébként is a horvát kultúrában van egy ilyen nyitott szív, egy ilyen, hogy befogadó, gyertek, tehát örüljünk. Ebből is a hit felé tudunk fordulni, hogy a hitben is Isten így akarja, hogy gyertek haza, gyertek az oltárhoz. Gyertek, ünnepeljük. Jézus annyi példázatot mond erről, de időnként így befenyít, mert az ember olykor így elzárja a szívét a másiktól. Mint ez a gazdag, ettől a koldustól. És ijesztő, hogy nincs átjárás, szakadék van a túlvilágban a kettő között. Ijesztő, hogy esetleg én is oda juthatok, vagy én is oda esem, vagy a családtagjaim. Szeretteim. Jézus azért mond ijesztő dolgokat, hogy ébresszen bennünket. Ébredjünk rá. Megráz egy kicsit. Fölráz bennünket. Fölráz a szeretetre, hogy forduljunk oda a másikhoz. Fogadjuk el a másikat. Bocsássunk meg a másiknak.
Blagoslovi, Gospodine, svoju crkvu u radu i brizi za siromašne i potlačene, molimo te. Gospodine, usliši nas. Podupiri, Oče, svojim svetim duhom na vještanje radosne, vijesti kod svih Kristovih učenika, molimo te. Gospodine, usliši nas. Upravljaj, Bože, svim potlaktima ljudi kojima je povjerena briga za opće dobro, molimo te. Gospodine, usliši nas. Potakni, Gospodine, srca svih ljudi na nesebičnu i djelotvornu ljubav prema svakome stvorenju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Prosvijetli, Oče, naše pameti i srca da prepoznajemo svoju braću i sestre koji su u potrebi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, Bože, u svoje krilo našu pokojnu braću i sestre, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine Bože, Ti si nam sa svoje sinu obdario najvećim i najvrednijim bogatstvom za kojim teži ljudsko srce. Snagom Duha Svetoga očisti nas od svake sebičnosti i uskozbrudnosti tako bi po našem življenju pred svim ljudima zasaja Tvoga ljepota i ljubav. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu.
braće i sestre, moja i naša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvali i slavi svojega imena i na hvali s nama i čitavoj svojoj svijetoj crkvi. Milosrdni Bože, nek i ovaj naš prinos bude trajan, da nam otvori izvor svakog blagoslova, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. I duhom Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. Dostojno je i pravedno. U istini dostojno je i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvijemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja i raznoliko rasporedio tijek vremena, a čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela, da u tvome ime bude svemu, Gospode, i trajno te slavi sa stilnih djela tvojih, po Kristu našem Gospodinu. Njega i nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom. Biskupom našim Ladislavom i sveokupnim svećenstvom.